Ez a gyulatanyai növényfajta kísérleti állomás az országban, ezzel együtt 16 ilyen központja van a Nébihnek. Itt évtizedek óta különböző kísérleteket végeznek szántóföldi és kertészeti kultúrákkal, többek között kukoricával foglalkoznak a szakemberek. A cél, hogy olyan növényfajtákat kísérletezzenek ki, amelyek igazodnak a klímaváltozáshoz és a gazdálkodói elvárásoknak megfelelően nagy terméshozamúak. Több mint 100 fajtál a gazdálkodók rendelkezésre, tehát csak a nemzeti magyar nemzeti fajta jegyzéken. Ezen kívül, mivel Magyarország az Európai Unió tagja, nem csak a nemzeti fajta jegyzék, hanem az Európai Uniós fajta jegyzékről is választhatnak a gazdálkodók, tehát nem kell ehhez gyakorlatilag ismerniük a fajtát. Mi azt szeretnénk, hogy a gazdálkodók azok a fajták közül válasszanak, amelyek Magyarországon megmérettettek, tehát a magyar fajta kísérletekben részt vettek. Ilyen növényeket mutattak be Gyulatanyán is, a Nébih rendezvényén zömében szabolcsi gazdálkodók vettek részt. Ők évről évre nehézségek előtt állnak, hiszen a klímaváltozás a termesztett növényeket nagyban befolyásolja. Pontosnak tartjuk ezeket a bemutatókat, mert hát változik az éghajlat, változik a környezet, változnak az igények, és akkor ehhez megfelelő újra kifejlesztett, vagy újonnan kifejlesztett magvak, egyebekre szükség van, tehát muszáj változtatni, hogy alkalmazkodjon a növény a kialakult helyzetekhez. A mezőgazdasági rendezvényen a térség idei kukorica terméséről is szó volt. Tavaly óriási aszály volt ezen a környéken, tehát ilyen 30-40-50 mázsák jöttek le. Az öntözött körülmények között nyilván több. Most ez az év csapadék szempontjából nagyon-nagyon jó a kukoricára, kivéve ez a Nyírtelek, Gyulatanya, Paszapcsúcs környékon tényleg kevés volt, de most a gazdákat így, hogy beszélgetünk, mindenki egy ilyen 80-100 mázsa, tehát brutóban mondom, várnak. Van, aki kevesebbet, van, aki többet, de szerintem ebben az évben sokkal-sokkal több lesz a kukorica, viszont a felvásárlás ára az nagyon alacsony. 3000-3400 forintot kaphatnak majd a kukorica mázsájáért a gazdálkodók. Az elmúlt években volt, amikor dupla ennyit kaptak érte a termelők.